Attila először lép a pályára, de a tegnapi cipőmosás miatt nem csak ő, hanem csapattársa is bűnhődni fog. Tündét pedig a szám. Szép színes tarka kendő. Szia! Szervusz! Én is örülök, szervusz! A csapatunk egyik edzője. Mit jelent az U14? Hogy a 13 éves gyerekek, ők a 96-os születésű. Ja, akkor ez az én korosztályom. Igazából azt gondoltuk, hogy ez lesz ugye az első csapat, akivel most itt találkozol. Újpesti munkásságod folyamán. De legalább már focista edzés következik. A szintre, igen, hogy csapat közelébe engedünk. Egy kis brazil bemelítése kezdünk, jó? Be is állsz a srácokhoz. Szeretnék én játszani még a felnőtt. Addig még igen kemény feladatok várnak rád, de egyelőre jobb, ha nem tudod. Van egy olyan érzésünk, hogy visszasírod még a tegnapi pálya munkát. Kanyarba, Sala kezdi, támolj, és kezdhetjük a brazil. Most. Ja. Nagyon jó. Próbál megértelálni, ügyettel az ütemet. Ellenkező oldalra kell nézni, és ellenkező oldalra rúgsz. Mi csak úgy neveztük el ezt, hogy Ronaldinho. A srácok imádják. Próbálj meg belsőbe visszatenni. Csak jobb. A másik oldalon meg természetesen balra. Te már nehezíted a feladatod, mert a fejjel teszed vissza. Ah, igen. Játszunk egy olyat, hogy 9-ből 3-at, hogyha berugunk, akkor a kapusok csinálnak 20 fekvőt, ha 9-ből 3-at nem tudunk berúgni, akkor a mezőnyjátékosok csinálnak 40 fekvőt. 40 fekvőt? Na hajj menjünk! Innen balról kezdjük, Gubacsi Zoli kezdi. Jó, jó. Természetesen a Tilláét is fogjuk számolni, tehát nincs kivétel. Az? Semmi. Az igen? Na végre! Ott az első. Ott a második. Az szép volt, kettő már van, hát ha nem kell fekvőt. Az szép volt. Semmi. Nekem kell berúgni. Orbi. Ó, gyerekeket. Haza becsületét. Hú, elviszel le! Ez majdnem kettő belső kapufa volt. Azt a neki. Tudtok 40 fekvőtámaszt? Nem hiszem el. Lehet két sorozatban is. 20 után lehet nyújtani, lazítani egy picit, és talán még egy 20-as nyomatsz, jó? Figyel a Sanyi. Az igen. Hátul is van szemem, Tilla. Hátul is van szemem, Tilla. Innen is fogunk. Mi van, ha nem rugom be? Mennyit kell? 5-ből 2-t? Csak a labdára koncentrálunk. Jó mellé lépek. És elhelyezem. Kettőt be kell rúgnom legalább, nem enged tovább a Sanyi. Még... Nincs nem engedünk be semmit. Meg kell lennie, nincs mese. 89. perc, Tilla, Tilla! Kellemes csalódás volt a mai edzés munkád, úgyhogy nagyon jól végezted. Itt a végén ezek a kapura lövések, megmondom őszintén, ezek becsületre méltóak voltak. Igen. Úgyhogy semmi probléma nem volt vele, úgyhogy tovább engedlek. Köszönöm szépen. Jaj, kicsit elfáradt. Nehéz volt? Tilla a mai edzést a kapusokkal folytatja, akiknek tegnap eláztatta a cipőjüket. Valószínűleg nehéz percek várnak rá, mert ilyen baki nem marad meg bosszulatlanul. Kevesen vagy? Hányan hol? Késik? Mindegy, kezdjük el a... Jó, itt van benne. A Marci vezetésével atletikus mozgást. Tilla, légy szíves, a srácokat. Próbáld utánozni, és utána majd kapod a speciális dolgot. Jó? Mert csak sima kocogás. Megjön. Hát maga? Fiam. Aztán arra ugyanak.
cipőm, nem érsz. Mit csinált maga a cipőjében? Azt mondták, van valami új takarítósrác, és feláztott a cipőket. Nekem kellett egyébként cipőt takarítani. Nem boxszal kellene ez? Nem tudom, mert nagyon sörösek voltak, és a Matyi mondta, hogy tisztítsam le. Jó. És akkor zuhany alatt kicsit vízzel. Hát akkor büntetés 10 fekvőt akartam, de akkor Tilla neked kell. Úgy tűnik, tegnap a hajszárító egy idő után zárlatos lett. Lehet, hogy a focisták ezek után edzés végén még tartanak Tillának egy személyes kis foglalkozást, hogy az öltözőben összetekert vizes törölközőkkel magyarázzák el neki, hol hibázott. Kis bordás, te is egy tízest. Miért? Hát erről így hoztad ki a cipőt. Ne hülyeskedj. Hát vízesen hozott ki a cipőt, ne hülyeskedj. Hogy néz ezt? Négy, öt, hat, kilenc, jó, tíz, megvan, jó. Megyünk be a kapuba. Lehet menni nyújtani egyet, kettőt, mutasd meg a Tillának. Jó kapus hány évig tanul? Az holtig, olyan, mint a viszki, minden öregebb annál jó. Kapus, minden öregebb. Miért 50 évesig védene? Mert nem tudnak már elrigaszkodni. Ja. Tudod? Ezen a furcsa sem. Merev lennék a fiúkhoz képest, nem? És így maradtam. Egy ilyen típusú tolószéket kell csináltatni magamnak, hiszen azon legurulok. Gyere, 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 és leviszed, igen. Gyere mögöttem, jössz vissza, gyere, gyere. Figyelj, Tilla, figyelj, még nem vettük át, de most te igen. Ez a levitel, igen, ez a levitel. Azért vettél hosszú nadrágot. Nem baj, jó, 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 gyere vissza. Kezdjük újra, a Tilla kezdi. Mégis egy sikerélmény is legyen, mert megintett két kézzel a fát, két kézzel meg a labdáját. Gyerünk, Tilla. Igen, és megyek ért. Nagyon szép volt, gyere, 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 ne vidd be meg gól, gyere. Arra a részre. Nem tudok repülni, meg úszni nem, a levegőben. Nem is kell. Posso morrer pelo meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Ez azért nagyon kemény. Igen. Csak az a lényeg, hogy ezzel a kézzel indítod, és ezzel ütöd. Gyere! Még egy ugyanez! Nagyon jó! Még egy! Gyere, gyere, háromba! És kész! Bati! Bacsi, hát én megmondom őszintén, nagyon jó volt. Első alkalommal szuper volt, de már nem akarlak. Miért fáj minden? Mert még az első edzésen mindenki így van vele. A következő a jó hírem. Igen? Körülbelül két évvel be tudnak állítani a csapatba, de addig nagyon kemény edzés. A 10 évesekhez? Nem, nem, már felnőttek közé, jó? Na, köszönöm sok siker. Szépen, Bandi bácsi. Tilla pedig holnap segédedzői szerepben is kipróbálhatja magát, vagy őt teszik próbára a fiatal játékosok? Nos, ez hamarosan kiderül. Lesznek itt gondok holnap. Szia, Tilla, mi a helyzet? Felhúzgál, ez a helyzet. Gyere, hogy ízlett a kapus edzés? Nagyon élveztem a játékot, de nagyon fáj. Hát ez nagyon fáj. Látom, a bőr az lejött a térdedről. Próbált tanítani a Bandi bácsi, az oldalamra essek, de ez nem olyan egyszerű. Valahogy mindig leér az ember térde, nem? Jó, ez túl speciális, de elárulom, hogy majd a mezőnyjátékosokkal az edzés az még nehezebb lesz. Még mindig bízol bennem? Abszolút, persze. Én most egy picit megint, lelkileg nem, de fizikailag picit meginoktam.